Hellóztok mindenkinek, Tripla K vagyok, és ez itt egy végjátszás lesz. Nagyon kivel? Donald Trump! Nem. Emelcsi Dogi! Ja. Jaj! Igen. ez már azért jobban nyert. Szóval Emelcsi Dogival, mint azt jól láthatjátok, a Wolfenstein 3D-ről lesz egy végjátszásunk. Egy olyasmi videó, mint a Wolf Hour Epilogról. Csak egy ügy a végjátszás, na. Erről annyit kell tudni, hogy nekem régebben volt ugye egy Wolf 3D végigjátszásom, meg egy Spear of Destiny is, csak nem gondolom túlságosan jónak, mert például teljesen silent gameplay, semmi kommentár nincs benne, úgyhogy úgy döntöttem, hogy újra csinálom ezt a végigjátszást facecammel, meg Emoji Dogival. Először is lejjebb veszem egy kicsit a hangot. Hát akik jobban ismerik a játékot, azok egyből észrevehetik, hogy ez nem az a Wolf 3D, amire ők emlékeznek, hanem ez egy Windows port, egészen pontosan az EC Wolf. Annyit kell tudni erről, hogy egész jó beállításokat lehet itt eszközölni. Most nem bonyolódnék bele, de mondom, egész jobb lehet állítani a játékot, hát ugye read this, és minket nem érdekel annyira. Gyorsan végtekerem. Ó, volt itt egy hirdetés a Spear of Destiny-ről. Az az érdekes, hogy ez az 1.4-es változat, és abban nem, nincs read this. Viszont a EC Wolf-val van megint. Úgyhogy ez egy jó dolog. Akkor New Game. Első epizód ugye. És akkor, hát eredetileg közepes fokozaton akartam játszani, de legyünk kemények. I am Death Incarnate. Kemények leszünk, Archie! Nem is kicsit. Nos, első epizód, első pálya, ezt már mindenki tudja kívülről. Mi hol van, milyen... Kivéve engem. Hát, jó. De figyelj, egyszer-kétszer végignéd már, tudnád kívülről, mert... Nem csak a legelső pálya, a legkönnyebb pálya is. Szerinted? Én még mindig szenvedek rajta. Egyszer kell belejönni. Én is szoktam úgy szenvedni rajta, főleg a legnehezebb fokozatunk, úgyhogy lehet, hogy ezt meg fogom bánni később. Egyébként a végijátszást úgy terveztem, hogy epizódonként, de technikai okokból úgy tudom megvalósítani, hogy így 4-5 pályánként, vagy 3-4 pályánként egy videóba. És nem tudom, hogy ez mennyire volt érthető. Van a Doom 2-ben egy titkos pálya, ami tulajdonképpen ennek a pályának a lemásolása, viszont itt lenne egy titkos hely, az eredeti Wolf 3D-ben meg nincs. Hát ez van. Hát ilyet. Még egy kicsit lejjebb veszem a hangot, bocsánat, hogy ezzel megy az idő. Jobban, hogy fölkészülhetné egy ilyen videóra, Károly! Jó van. Hallottam én. Vesz egyáltalán engem? Na. Csak így nézem közben a kamerát, hogy így el van kicsit mozdulva. Hát azért csak fölvesz engem. Jó kis titkos hely. Azt mondja, ez az első titkos helyünk. Így van. Nézzek valamit. Jártam már? Ja, jó van. Abba nem, kis teremben. Nem, azok csak magukon van. Csak mindig biztosra akarok menni, hát ez az a pálya, amit mindig 100%-ra tudok kivinni. Láttad azt a reflexet az őrnél? Ja. Ó. És ezt a reflexet láttad? Igen. Azért. Lesznek öten is, egyre OP-bbak. Kívülről tudom pályát, ne utézzál le senki, csak mondom. Újabb titkos hely. Tele kincsel, meg mindennel. Sok lőszer. Értek? Oké, okay. Tiszta a terep. Következő helyiség.
kisebb mélyedések, hogy nem tudom, hogy fogalmazzam. Hát ilyen kisebb helyek, raktárszerűségek, mert elég gyakran jönnek ki a őrök. És hát, hogy is mondjam, eléggé trükkösek, mert csak akkor jönnek ki, mikor ide jössz közvetlen elé, és akkor szépen fejbe puffanthatnak. Ez jó, ez great sound effects by Conky. Így van. És milyen lesz, hogy milyen lesz ezt visszanézni? Én azt nem tudom. Na. Szóval normális emberek itt hagynák abba a pályát, de hát mi nem vagyunk azok, úgyhogy... Te nem vagy az, én... Jó, én sem vagyok teljesen normális, bár úgymond mentálisan, de akkor... Jó, nem vagyunk normálisak, ennyi. Ez az igazság. Na, titkos pályának a levezetője. Mi van? Liftje? Levezetője. Elég is az. 100% mindenből, úgyhogy következő pálya. Ami titkos pálya. És itt liláb tónus. Hát igen. Azt szeretem ebbe a titkos pályába, hogy nem olyan, mint a normális pályák többsége, hanem ilyen érdekes. Tiszta lila. Igen. Csak kismilliószor játszottam még ezt a játékot, ezért már csomó ilyen tudom, hogy mikor, honnan, hánykor jönnek az ellenfelek. Egy jó nagy utánpótlás résztek. Már ez nem mindig kerül használatra. Ja, ezt most teljesen megcáfoltam. Na, mégis kell. Igen, itt van még egy SS, csak itt... Jajajajaj. Legnehezebb fokozaton 3 van, csak ezt szépen elfelejtettem. Akkor nyomás vissza a utánpótló helyhez, amire azt mondtam, hogy nem kell. Mert Triple K nagyon okos. Így van. De itt vannak egy páram. Meg lesznek is. Azaz. Így kell quickscope-olni. Nem úgy, mint az MLG videóba. Aki még nem látta, nézze meg. Most az úgy. Nem most, először nézze meg ezt a... Igen, pont azt akartam mondani is. Most azonban! Oh shit! Ne, az lett volna a taktikám, hogy így innen jövök be, és akkor így nem vesznek észre, de hát ugrott az egész. Lesz két titkos hely is. Minél az érdekesség az egyiknél az, nem ennél, a másiknál. Itt az 1.0-nál rendszeresen kifogyott nekem a játék, nem tudom miért, lehet, hogy már mondtam is valamelyik videómban. Na mindegy, hát csak kincsek ez vannak itt, ezeket érdemes fölvenni. Micsoda? Ez remélhetőleg nem tudjuk. Hát nem, ez azért már... Az LC Wolf azért már sokkal stabilabb, hogy úgy mondjam. Ja. Oszta! Hú, nem sokan múlott. Persze, itt is vannak. Annyi mélyedés van itt, mindegyiket kihasználják, hogy elbújjanak ott, azt OP-zzanak. Ami nem sikerül, mert kipakázunk. Jó. Itt van két titkos hely, ami azért fontos, mert egy útlevágás tulajdonképpen. De mi azért végigvisszük az egész pályát. Azt nem tudom garantálni, hogy 100%-os lesz a végigjátszás, de az igyekszem majd. Annyira nem vagyok OP sajnos. Nem gondolom, ezt én sose vittem ki 100%-kal a játékot. Sőt, nem is lehetséges. Egy bizonyos pályánál. De hát erről majd később, ha nem felejtem el.
Mindig ez van. Hoppa. A meglepődöttség. Mindig ez van, hogy majd később, aztán úgy elfelejtem, hogy nem igaz. Ezért mondom most már, hogy... Miron, what is he talking about? What? Szóval az, hogy valahogy csak ígérgetek, aztán tökre elfelejtem. És akkor inkább azt mondom, hogy hát, ha esetleg eszembe jut. Jaj. Kidövöldözött. Ó, oh, vannak egy páran. De jó, hogy hátra néztem. Közben jönnek az eszeszek is. Meg ne lőjjétek. Ez... Bement? Jaj, de jó. Mondjuk van kulcsom, de... Gyere ki. Jaj, én kergetlek ki. Jaj, ki. Itt lesz kettő is. Jó. Két kiárat van ugye, ez az igazi. Ez is igazi, nem? Ez hamis. És itt nagyon vigyázzik el amúgy. Figyelj ide. Látom innen, de nem vesz észre, nem igaz, nem vesz észre. Még külön be kell menni értük. Észrevegyenek. Bocsánat ilyenkor, hogy nem összetettem beszélek, de hát közben a játékra is kell koncentrálni. Jó, megnézzük azt a kevés helyet még, amit kihagytunk a rövidítés. Kilőtt. Na, mi van? A rövidítés kilőtt. Szóval megnézzük, hogy mit hagytunk a rövidítéssel. Igen, hogyha erről jövünk, akkor ezt nem biztos, hogy észreveszünk, úgyhogy erre majd vigyázzuk el. Ha ti is végigjátszatok esetleg. Na mondjuk ajánlom, mert ahhoz képest, hogy 92-es játék eléggé kihívó tud lenni még. Főleg a legnehezebb fokozaton. Ó! Ez a legritkább haláleffekt volt. Halál hangeffekt, na. Elhalálozási hangeffekt, csak hogy teljesen pontos legyek. Na mindegy. Hát ebben a kis teremben annyi a lényeg, hogy van egy titkos hely. Ebben jó kidekorált részben. Hát lőszer, ennivaló meg kincsek. Amúgy semmi extra. Kus legyen. Neked is. Jó, innentől már megvan. Most szépen irány a lift. Már nem akarunk tovább tartózkodni itt. Értelmes is lehet. Abszolút. Igen, és itt az a probléma, hogy hát nem jelez ki nekünk százalékokat, de egyébként beleszámít a végső százalékozásba. Ezt jól megmondtam. Na, második pálya. Második pálya. Tele vannak kutyákkal ezek a részek. De hogyha már nagyon rosszul állunk lőszerileg, akkor elkezdhetünk késelni is, mert a kutyáknál egyetlen egy késelés is halálhoz vezethet. Máskor még jól jöhet. Katonáknál már nem annyira használatos. Nézzük. Vissza menjünk ide. Mondjuk nincs túl sok érdekesség, hát van itt is kaja. Ezek ilyen cellák. Tehát más érdekesség nem nagyon van. Megvannak. Kettő ez az is lesz, ha jól tudom. Én személy szerint az SS katonákat gyűlölöm a legjobban, mert hát, hogyha egy darab van, akkor még jól el tudsz benni vele, ha kettő még akkor is, de hogyha
5-6 darab jön egyszerre rád, hát az... az katasztrofális. Igen. Ez is egy teljesen opcionális irány most. Hát... végigjátszás kedvéért most elmegyek ide is. Jaj. Te. Te. Mit képzelsz? Duma. Ja. Hát a normálisak, de hát ez van. Na ja, szóval itt túl sok minden nincsen. De... ez ilyen opcionális hely. Aztán el lehet ide jönni, hogyha akarsz. Ha nem, akkor meg annyi. Vagy titkos hely, ahol megszerezhetjük végre a jó kis chain gun-t. Golyószórót. Most egy MLG Dogi kolléga mindent kimond ilyen badass hangon. Lesznek egy... ó, szépen meglőttek. Lesznek egy páran. Vigyázz ki. Jaj. Jöhetek csak. Nézd meg erre, elmegy oda. Na jó, hát már nem vagyunk túl jó állapotban. Hogyha rosszabbra fordul a helyzet, akkor max visszamegyünk a cellákhoz. Nincs se. Reflex. Úgy látom, hogy egyre nem kell. Ajaj. Na, erről beszéltem. Sok az SS, sok a gond. Ez egy jó megfogalmazás volt szerintem. És teljesen igaz is. Csak öltem egyet hát, ha meghallja valaki. Valaki. Hát érdemes ilyenkor összegyűjtögetni a ellenfeleket így egy helyre. Kevesebb a baj velük. De mondjuk ezt mindegyik Wolfer tudja. Ezzel semmi újdonságot nem mondtam el. Így is van, hát itt nincs kulcs. Ez is egy teljesen opcionális rész. Ajaj. Csak ugye ahhoz, hogy 100%-os legyen, ezeket is be kell járni. Na, mondjuk biztos, hogy nem lesz 100%-os, de... na, meglátjuk. Vagy titkos hely. Már szerintem nincs. Most már indultunk a kiárat felé. Hát te meg! Itt lesznek problémáink. Vannak egy párom. Így is van. Jó, ezzel megvonnánk, itt lesz majd a kiárat, csak ugye ide kulcs kell. Gyertek. Minden onnan támadnak. Előről, hátulról. Na jó, ezt félreértettem. Jó, nem, azért nem kell erre gondolni. Megvan a kulcs, de még ide elmegyünk. Hát az... ez csak úgy ott volt. Védte azt a három kaját. Ott még lesz azt hiszem 2 SS, meg egy katona, aztán... mármint nem.
egy normál katona, meg egy SS katona. Nem. Jó, mindegy, hagyjuk. Kill a 100% lett, az már valami. Na jó, szerintem első résznek ennyi elég volt. Nyomok egy mentést. Szuzáj. Mondjuk ezt. Szegidiotszva. Így van. És akkor ez lett volna a Wolfenstein 3D végigjátszásom legelső része. Köszönöm, hogy néztetek engem, köszönöm a vendégszereplést Emelgyi Doginak. Hogy? Remélem, hogy most már nem fogom elérni a nevét a videó leírásba. Hát figyelj, hogyha igen, akkor baj lesz belőle. Igen. Sajnos. De te... Na jó van. Dislike-ohom. Bocsánat. Összefogalom a lélvilág. Igen. Na. Na szóval. Ez volt az első része a végigjátszásomnak. Remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor like, subscribe. Meg Emelgyi Dogra is like, meg subscribe. Yay. És akkor találkozunk legközelebb is. Ja. Sziasztok. Na, csak.